Hatalmas dobókockát használtak a gyerekek a méretes társasjátékhoz Szekszárdon az Energia Parkban. Ezúttal 30 fiatalnak szervezett egyhetes elfoglaltságot a Humán Szolgáltató Központ az Erzsébet tábor keretében. Jó programok vannak és kedvesek velünk a néni meg a bácsik. Nem kell otthon lenni, hát igazából otthon is lehetünk, csak a táborban találkozhatunk barátokkal, ismerkedhetünk másokkal is, és új játékokat is találhatunk. A központ immár negyedik éve pályázik minden esztendőben a programra, hogy ezzel ingyenes lehetőséget biztosítsanak az adatbázisukban lévő családoknak. Idén összesen 120 gyereknek szerveznek tábort. Azért jó, mert ingyen tudunk a gyerekeknek ilyen lehetőséget biztosítani, hogy tulajdonképpen egy 5 napos tábor keretében ő tud töltődni, játszani. Szülőknek is úgy gondolom ez nagyon nagy segítség a részünkről, és főleg az dominált bennünket, hogy ezáltal ingyenessé tudjuk tenni ezt az egy hetet a gyerekeknek. Most is betöltöttük a 30 főt, és úgy vagyunk általában, hogy 6 évtől 13 éves korig, tehát tulajdonképpen az általános iskolás korú gyerekek azok, akik beférnek ebbe a pályázati lehetőségbe. Mindig a hétfőt úgy kezdjük, hogy van egy ilyen ismerkedős délelőttünk, akkor ilyen névtanulós, ismerkedős, közösségépítő játékokat játszunk, és hétfő délután például mentünk a Wosinski Múzeumba, megnéztük a múzeumot, ott van ugye múzeumpedagógus, aki mindig segítségünkre van, ő végigvezette a gyerekeket, volt játékos feladat, volt kézműves foglalkozás. Ez volt a hétfői napon. Kedden volt a katonaság nálunk, tehát a gyerekek egy ilyen kis kiképző táborszerűségen vehettek részt, amit nagyon élveztek különben. Ott voltunk délelőtt, a délután az a kézművesség jegyében zajlott. Aki nem szeretne annyira kézműveskedni, mindig van olyan lehetőség, hogy sportolunk, tehát fölkeresünk egy tornapályát, vagy akár kijövünk a gyerekekkel ide az Energia Parkba, aki mozgékonyabb és mondjuk nem ül le, nem szeretne kézműveskedni, varni. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. A jelentkezőknek a fele az ügyfélkörünkből kerül ki, és direkte, célzottan keressük őket ezzel a lehetőséggel, mert nekik tényleg szinte ez az egy lehetőségük van arra, hogy a nyarat valamilyen tábori körülménybe tudják tölteni. A többiek úgy jönnek a gyerekek, hogy ők évek óta visszajárók hozzánk, van egy adatbázisunk, ami alapján dolgozunk, és ugye mi óvodai iskolai szociális segítők így a járás szintjén kint vagyunk ilyen 58-60 intézménybe, és nyilván szólunk azoknak a gyerekeknek, akiket látjuk, hogy na, neki jó lenne, hogyha jönne, mert rászorult, vagy tudjuk, hogy a szülő megkeresne bennünket, mert esetleg dolgozik egész héten, és milyen jó lenne ez a lehetőség. Igen, a keretünk az szűkös, tehát ilyen 30 fővel szoktunk menni, de mindig azt mondjuk a jelentkezőknek, hogy egy hetet próbálunk biztosítani. Úgyhogy jönnek szép számmal a gyerekek hozzánk. 2023-ban egyébként 915 intézmény, mintegy 650 településen 88 ezer résztvevővel kapcsolódik be a nyár folyamán a napközi Erzsébet táborok lebonyolításába az országban. Tolna vármegyében 26 intézmény szervezésében 22 településen összesen mintegy 2300 gyermek részvételével zajlanak a napközi Erzsébet táborok. Ezen belül Szekszárdon 11 tábor tartanak a nyár során. A napközi Erzsébet táborokra hatalmas igény mutatkozik minden egyes évben. A napközi táborok megszervezésére és lebonyolítására minden évben az Erzsébet alapítványhoz lehet benyújtani a jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezéseket év elején jelenteti meg az alapítvány jellemzően. Egyébként köznevelési intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint tanodák tudtak jelentkezni idén 1-8 évfolyamos diákokkal, és óvodák is pályázhattak 2023-ban a napközi lebonyolítására, megvalósítására. A finanszírozás a táboroztatási programban valósul meg állami támogatással. A napközi Erzsébet táborok a szülőknek nem terhelik meg jelentősen a pénztárcáját, hiszen egy nap mindössze 100 forint összegű úgynevezett részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyermekek ezekben a táborokban. A jelentkezésnél az intézményeknek egy programtervet is be kell nyújtaniuk az Erzsébet alapítványhoz. Ez épülhet a település, a régió jellegzetességeire, vagy akár a helyi sajátosságoknak is teret engedhetnek a pedagógusok, a szervezők.